Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. És Sonntag, vasárnap. Először megtekintjük azt, hogy mi várható a pénteki napon, milyen az energia, és az itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor foglald el a trónodat. Foglald el a helyedet az életben. Légy magabiztos. Legyen meg ez a büszke tartásod. Ez a királynő uralkodik. Neked is uralkodnod kell. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Az jelenti a mozgást, a könnyűséget, az ötleteket, a döntéseket, és jelenti a kommunikációt. Valahogy fontos, hogy beszélj valakivel. Ez a férfi útban van hozzád. Itt átnyújtja majd számodra ezt az aranyi kelyhet. A kelyhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ez a férfi érzelmekkel közeledik hozzád. Sőt, az arany kelyhek itt is megjelennek. Ez a kártya jelenti a múltat, itt vannak emlékek. Lehet, hogy te ezt a férfit ismered a múltból, gondol rád, látni akar téged, hiszen közeledik hozzád. Szombat itt látható. Újra a kelyhek, tehát újra érzelmekről van szó. És ez a két kehely utalhat a párkapcsolatra, rád és ő rá. De nála hiányzik a belső nyugalom, hiszen ez a tenger viharos. Itt is látható, hogy olyan sebzettnek érzi magát. Lehet, hogy betegeskedik, de az is lehet, hogy vannak emlékek a múltból, hogy valaki vagy valami megbántotta őt. Itt is látható a közeledés, de jelenleg még nem tudja, hogy ez a döntés helyes-e, igen vagy sem. Ez a férfi még kicsit vacilál, de ez nem a jelenlegi helyzettel áll összefüggésben, nem is veled, hanem ilyen rossz emlékei vannak a múltból. De megjelenik a főpapnő, és a kezében tartja a sorsok könyvét. Legyen meg a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. És ha úgy van, hogy ő a te lelki társad, akkor úgyis jönni fog. És amit a főpapnő még jelent, a bizalom. Hihetsz a szavaiban. Sonntag, illetve vasárnap, itt látható. Minden ugye feje tetejére állt nála. Úgy érzi jelenleg, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Itt vagy anyagiakról van szó, vagy a munkájáról, hiszen megjelennek az érmék. Kell egy fontos döntés, egy új irány. Sok mindent meg akar beszélni veled. Ez az uralkodó jelentheti azt, hogy valaki uralkodik felette. Vagy a munkahelyén, vagy van még egy párkapcsolata, és ebből a helyzetből akar kilépni. De nem tudja, milyen lépéseket tegyen, hiszen itt minden a feje tetejére állt. Lehet, hogy te adsz neki tanácsot, erősíted őt, segítesz neki, és ezáltal majd ő saját maga uralkodik a helyzet felett.
De itt látható, hogy bizonytalan, nem tudja hogyan tovább, úgy gondolja, úgy érzi, hogy jelenleg elveszítette a talajt a lába alól, nincs meg a biztonság érzete. De a te segítségeddel uralkodni fog a helyzeten. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!